A saját forrásokból megvalósuló intézményi felújítások mellett az évelején a társirodákkal történt egyeztetések kapcsán több rekonstrukciót uniós pályázat keretében old meg az önkormányzat. Például a Tündérkert keleti óvoda négy telephelyén, a Kert utcai székhelyen, a Fazekas János téri tagóvodákban és a Liszt Ferenc utcai tagintézményben játszóudvarokat újítanak fel, de végül városi forrás csak az utóbbi modernizációjára kell fordítani. Az egyes intézményekben elvégzendő éves felújítási munkákat az intézményvezetőkkel együtt határozták meg a fedezet figyelembevételével. A közgyűlés által jóváhagyott felújítási munkákat három részben valósítják meg. Az első két részben az óvodák hújulnak meg, ahol 90 millió forintból olyan szerkezetépítési és szakipari munkákat végeznek el, amelyek érintik a szekrényeket, foglalkoztatókat, tornatermeket, vizes blokkokat, homlokzatokat, térburkolatokat. A harmadik szakaszban a Váci Mihály Kulturális Központ telephelyén a bölcsődékben és a szociális gondozási központ különböző egységeiben végeznek felújítási munkálatokat. Ezekben az intézményekben 60 millió forintból például tetőt, padlót, öltözőket újítanak fel, nyilánzárókat cserélnek és részben a bölcsődei foglalkoztatók árnyékolását is megoldják. A polgármesteri hivatal felújítására 2017-ben 79 millió forintot fordítanak. Az intézmények által évközben jelzett, esetlegesen az üzemelés gátló meghibásodások javítására pedig 60 millió forint fedezetet terveztek be.